a jövőben, az nem történet meg, hogy egy forint is hamisított. Tehát annak az előzetes hatásvizsgálatát ez a központ elkezdő végezni. Tehát amit államtitkár úr említett, hogy indítunk egy felzárkóztató speciális programot, akár teleprogram, vagy bármilyen jellegű programot, ami kérdésem szerint most fel tudnak gyorsulni, akkor pontos ez az intézet nézzenek, hogy mit érdemes csinálni. Nem fordulhat az elő, hogy úgy használnak fel kormányok pénzeket cigányügyre, hogy az aztán igazi etnobiznisz, tehát nem a cigányok költik el, hanem valaki másokat. Tehát még egyszer nem szeretném vizsgálni ennek én a pénzügyi hátterét, annak idején megtettem. Nem kívánom önöknek, hogy azokat lássak, amiket én láttam. Az borzasztó. Tehát mielőtt elindítjuk, megnézzük, mit érdemes csinálni, hogyan, milyen módszerrel, és ez nyitott lesz az intézet. És értelem szerint publikáljuk is ennek a információs hátterét, napokon belül meg fogjuk teremteni. Illetve menet közben is megnézzük, hogy van-e értelme, van-e hozadéka, van-e társadalmi hozadéka. Mert ha nincs társadalmi hozadéka, akkor azt le kell állítani. Ha van társadalmi hozadéka, akkor további támogatást biztosítunk, akár az automatizmus erre is mint olyan életben lépett. De az nem fordulhat elő, hogy belőlünk egy csomó pénz van, amiben is nincs meg a társadalmi hozadéka. És ez értelemszerűen érinti a nem cigán származású hátrányos helyzetűeket is, mert másképpen nem is gondolkodunk. Az egész filozófiánk is elég.